úgy kezdődött, hogy a szeptemberi első osztály főnöki órán próbáltunk rajnevet választani. És valahogy fölkerült a cserkész szó, és ez annyira megragadt a gyerekekbe, ott órán, és később beszélgettünk róla, hogy elhatároztuk, hogy mi cserkész rajként fogunk működni. Azóta, hát eltelt egy év a mi megalakulásunk óta, két tábort csináltunk a hitoktató segítségével. Én, mint testnevelő tanár, a gyerekeknek a testi fejlődéséért vagyok felelős, a Józsi, ő pedig a lelki és szellemi fejlődéséért. Hát most hogyan történik, hogyan történik mindez a gyakorlatban? A gyakorlati életformán tulajdonképpen a fiatalok bevonásával, tehát itt is jelen vannak néhányan most azok közül, akik leendő ősvezetők lesznek, és például a lelki életnek az egyik nagyon fontos mondani valója, hogy így fejezem ki magam, hogy az ősvezetők vezetésével egy-egy diákmisére az adott cserkész ős bevonul. És természetes az, hogy az ősvezető az Úr Jézus szerint próbál élni a mindennapjaiban, és elsősorban ugye nem csak a mindennapok, hanem a szentmisén az oltári szentséggel táplálkozik, akkor az ős számára egyértelmű válik az, hogy ha az ősvezetőm ezt teszi, akkor nekem is ezt példát követnem kell, és én úgy érzem, hogy ezek a fiatalok valóban próbálták élni, és úgy gondolom, hogy nagyon aktív példát tudnak majd adni a fiatalság a gyerekek számára is. Szerintem ennyi gyerek azért lépett be a cserkészetbe, mert itt talán közelebb, sokkal közelebb kerülhetünk az Istenhez, és a cserkészek törvény, a második törvényében ott van az is, hogy a cserkész szíven teljesíti kötelességeit embertársai, Istennel és hazája szemben. A cserkész könyvben van egy olyan kis történet, hogy egy néni árul narancsot, és kiborul a narancs a kosárból. És mindenki hirtelen elfordítja a fejét, csak Feri, a fiú, odaszalad a nénihez, és segít neki visszarakni a narancsot. És talán ez is az ember szeretethez tartozik. Talán az úttörőben a haza szeretet volt a fontos, de a cserkészetben pedig a hit is dominál, és nekünk ezért tetszett nagyon, és látunk benne valami újat, amiért még katolikusok is beléphetünk, és a mi hitünkkel is foglalkoznak. Ha a gyerekeket mi jól megfogjuk, és jól foglalkozunk velük, akkor a szülők ezt biztos értékelik. És azt pedig, hogy a gyerekben meglegyen mindig a jó szándék, hogy én a jobbat akarom. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hibái, de hogy küzd ellene. Ha én ezre rá tudom venni a gyerekeket, és ezt otthon a szülés észreveszi, hogy a gyereke fegyelmezett, ennek csak a szülő örülhet például, ugye? Úgyhogy én azt hiszem, hogy a másik dolog pedig az lesz, hogy aki ezt tényleg, ahogy itt mondták, egy életre szóló élmény lesz az ő számára, és ami az ő számára egy életre szóló élmény, azt örömmel adja majd tovább az ő gyerekeinek, ha egyszer felnőtt lesz és családot alapít.